különösen nehéz volt a 2020-as év Ajak életében. A polgármester dr. Ragány Adrián televíziónknak azt nyilatkozta, csak nem 100 millió forint költségvetési hiánnyal vette át a település vezetését. A koronavírus világjárvány ezt a helyzetet csak fokozta. Új városvezetőként hamar logikus és szervezett döntésekre volt szükség a pénzügyi stabilitás megteremtésének és a fejlesztések megkezdése érdekében. A pénzügyi hiány jelentős részét ledolgozták, és több sikeres nyertes pályázattal is büszkélkedhet a város. A Zöld Város projekt keretében épül a városi piacunk, illetve utak, sétányok és parkolók kerülnek kialakításra. Továbbá ezen az úgynevezett akció területen két játszótér is készül, egy a nagyobbaknak, egy pedig a kisebbeknek. Itt található az általunk Péter Tónak nevezett víztározó. Körülötte már elkészült a salak futópálya, amely szintén ennek a projektnek a része. Kihelyezésre kerültek a terület megvilágítását biztosító kandelláberek, illetve több pihenőpad és hulladékgyűjtő edény is kihelyezésre kerül majd. Több mint 15 000 négyzetméteren lesz zöld felület, öntözőberendezéssel és növényzettelepítéssel, így egy nagyon szép, esztétikus kikapcsolódása és pihenése egyaránt alkalmas területtel gazdagodik majd a város. A Zöld Város projekt munkálataival párhuzamosan zajlik a sportcsarnok építése, melynek befejezési munkálatai 2021 nyarán valósulnak meg. A beruházások mellett az utak, közterületek és a csatornázás korszerűsítése is megtörtént, illetve a település egészén megvalósult az energiatakarékos közvilágítás. A közterületeken folyamatosan zajlik a fásítás. A MÁV-val együttműködve szilárd burkolatú gépjármű parkoló, kerékpártároló és kamerarendszer is segíti a közlekedők biztonságát és kényelmét. A polgármester tájékoztatta híradónkat, hogy a Magyar Falu program keretében 5 millió forintot nyertek el, amelyet tájház létrehozására fordítanak. A jövő évben kezdjük el a román partner települések közösen sikerre pályázott hűtőházunknak a kivitelezési munkáit, melynek jelenleg a papír munkái folynak. Erre a projektre 1.200.000 eurót nyertünk, de természetesen nem csak a hűtőmez kivitelezése tartozik, hanem egyéb foglalkoztatást elősegítő tréningek tartása, tanfolyamok szervezése, ezeknek a lebonyolítása. Ugye, ahogy az előbb már szó volt róla, tervezzük a tájháznak a kialakítását is jövőre. Ehhez rengeteg berendezési, felszerelési tárgyunk, illetve ruhanemünk van, sok lakossági felajánlás is érkezett, így azt gondolom, hogy nagyon színes és az ajaki hagyományokat teljes körűen bemutató tájházat tudunk majd létrehozni. Nagyon szeretnénk, hogyha a településen sok gyermek születne, illetve fiatal párok, házastársak is letelepednének városunkban, ezért ilyen szempontokat is figyelembe véve egy önkormányzati tulajdonban lévő épületet kívánunk majd átalakítani játszóházzá. Ajak városának nagyon sok terve van a jövőre nézve. Céljuk, hogy jó legyen Ajakon élni. A biztonságos gyalogos közlekedést járdaépítéssel szeretnék elősegíteni, és megvalósításra vár a templomtér kialakítása. A jövőben próbálják orvosolni az esővíz elvezetését, a közterületi szemetelés elkerülése érdekében pedig saját készítésű hulladékgyűjtő edényeket kívánnak kihelyezni. Szeretnék folytatni a fásítási programot, illetve nagyméretű virágtartó ládákkal színesíteni tavasszal a városi közterületek látványát.